Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a program ötletgazdája elmondta, hogy a 2023-as év hiába volt tekinthető a kihívások évének, ismételten szép számmal vettek részt Karcagról a versenyben. Nevezetesen 37-en indultak az ezévi megmérettetésen, akik közül sokan először mutatták meg a kertművelésük gyümölcsét. Nagyon eredményes volt ez a 2023-as év, hiszen nagyon sok kertnevezőnk volt, 37-en mérettették meg magukat ebben a versenyben, és legnagyobb örömömre számos új jelentkezőnk is volt, ami külön öröm számomra, hiszen mindig nagy elismerés részemről, hogyha a programot megtisztelik azzal, hogy megmutatják a kertjüket és neveznek benne. Nagyon sok fiatal van, egyre több a fiatal, és ebben az évben is gyönyörűek voltak a kertek. Elmondtam, hogy nagyon sok időjárási és egyéb más problémák voltak a kertekben. Minden évben megkaptuk a Jóistentől a kihívásokat, és szerencsére minden évben elmondhatom azt is emellett, hogy bizony az én drága kerteseim minden akadályt leküzdenek, mindig ők kerülnek ki győztesen ezekből a harcokból, és mindig nagyon szép kerteket művelnek. Az eredményt itt lehetett látni a terménybemutatók kapcsán, hiszen gyönyörű zöldségek, gyümölcsök vonultak föl, és ezek mind a kertekben termettek, és a legtöbbjük, illetve szinte mindenjük 100%-uk biomódszerekkel művelt kertekből kerültek ki. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép eredmény, és éppen ezért büszkén mondhatjuk, hogy a kertművelők részvétele nyomán több mint 50 000 kertet alakítottak már ki. Ez azt jelenti, hogy ennyi kertet alakítottak ki újonnan, illetve régi, elhagyatott kerteket ástak föl, és adtak hozzá új életet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hiszen a példa ragadós, és nagyon sok mindenki érzi úgy, hogy ha másiknak sikerült, akkor neki miért ne sikerülne? Megpróbálja, jön a siker, és utána nevez a programba. Én kívánom azt, hogy Karcagon minél több jelentkező legyen, minél szebbek legyenek a kertek, és minél több iskola is kapcsolódjon be ebbe a programba, hiszen lehetett látni, hogy a Kiskocsosi iskola is első alkalommal első helyezést ért, egy gyönyörű kertjük volt, és a Györfi István katolikus általános iskola is nagyon szép kerttel büszkélkedhet, hiszen ők is második díjat értek el. Én azt gondolom, hogy ha egy gyereket gyerekkorban megfertőzünk a föld szeretetével, a kertművelés tudományát átadjuk számára, akkor később nagykorában is megkeresi és meg is találja annak a lehetőségét, hogy kertje legyen, kertet műveljen, még hogy csak ez egy pici kis balkon is, de én úgy gondolom, hogy az a mag, amit elültettünk, az kicsirázik és termőre fordul. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és gratulálok minden kedves karcagi kertművelőnek! A program kapcsán dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter elmondta, hogy a napjainkban egyre nagyobb jogosultsága van a kertművelésnek, és javultak is a kertészkedés feltételei. Egészséges élelmiszert, zöldségeket és gyümölcsöket tudunk a kertjeinkben megtermelni, így tudjuk azt, hogy mit fogyasztunk, és azt hiszem a mai világban nagyon fontos, hiszen olyan zöldség, gyümölcsök vannak a boltok pultjain, nem megbántva természetesen a kereskedelmet, amelyek több ezer kilométert utaznak, nem ritkán tartósítószer, vegyszer van ezeken a növényeken, és hát az egészségünk szempontjából nem mindegy az, hogy mi kerül az asztalra. Most ez még járult az, hogy nagyon fölmentek az árak, tehát én azt hiszem, hogy jobban megéri termelni, és egyre több olyan eljárás és módszer van, ami az interneten is hozzáférhető. Tehát most már nem kell kérdezgetni olyanokat, keresni, akik ugye specialistái egy-egy növényfajtának, hanem szét tudunk nézni az interneten, és a hiányzó tudást onnan tudjuk pótolni. Tehát javultak a kertészkedés feltételei, föld van, az időjárás is jobb volt, mint tavaly, hát még azért nem volt igazán optimális, de látható, hogy jobb a termés, több növényfajtából is szép termést tudtunk betakarítani. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere elmondta, hogy Karcagon mindig is kiemelt jelentősége volt a zárt kertek hagyományának, hiszen az általános iskolákban kötelező tananyag volt a kertművelés.
Karcagon mindig is kiemelt jelentőségű volt a zárt kerteknek, illetve a zárt kertek hagyományának, hiszen az általános iskolákban kötelező tananyag volt ugye a kertművelés, és azt gondolom, hogy apáról, fiúra, családon belül is az idősebb generációkra, a fiatalabb generációkra öröklődött a kertművelés hagyománya, és ez nagyon jó dolog, hogy újra előkerült, nem csak azért, mert meg lehet termelni a családnak szóló egész évre azokat a zöldségeket, azokat a fűszernövényeket, amelyek szükségesek a háztartáson belül, hanem egyfajta közös tevékenységet is jelentenek, tehát közösséget is formálnak. Nem csak egy családi közösséget, hanem azon túl például a kertbarátok közösségét, ahogyan most is az átadásnál lehetett látni, hogy mindenki ismer mindenkit, tapasztalatokat cserélnek, és hát ugye a finomabbnál finomabb terményeket is meg tudják mutatni egymásnak. A továbbiakban a polgármester a NAP összegzése kapcsán elmondta, hogy szükség van Karcagon az ilyen és ehhez hasonló programokra, hiszen a hagyományőrzés, a hagyományok tovább örökítése szempontjából elengedhetetlenek ezek a rendezvények a közösségépítő és formáló jelentőségük mellett.